Pest vármegyében is felvehető az új COVID vakcina a kijelölt oltópontokon. A légúti fertőzések még mindig jelentős mértékben és erővel vannak jelen a lakosság körében. Az ismert kórokozók közül a légúti megbetegedések legnagyobb részét a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 és az influenza betegséget okozó influenza vírus okozza. Mind a COVID-19 megbetegedés, mind az influenza megbetegedés ellen van védőoltás. Ez nem ad garanciát arra, hogy nem betegszünk meg, de igen nagy mértékben csökkenti annak az esélyét, hogy súlyos, akár halálos kimenetele legyen a megbetegedésnek, írja közleményében a kormányhivatal. A lakosság körében jelenleg dominánsan cirkuláló Omikron vírus variáns ellen kifejlesztett új Moderna vakcina már elérhető a kijelölt vármegyei kórházi oltópontokon. A COVID-19 elleni védőoltás továbbra is ingyenesen kérhető. A védőoltáshoz időpontot foglalni az EEST online időpontfoglaló felületén lehet. Az influenza és a COVID-19 elleni védőoltás akár egyszerre, akár két különböző időpontban is beadható. Budapesten és Pest vármegyében a következő oltópontokat jelölték ki: Semmelweis Egyetem, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvéd Kórház, Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház, Dél-Pesti Centrum Kórház, Észak-Budai Szent János Centrum Kórház, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Kistarcsai Flór Ferenc Kórház. A listában a Ceglédi Kórház nincs benne, de a járási hivatal népegészségügyi osztályától a ceglédi házi orvosok is kaptak a vakcinából. Így az idősebbek, krónikus betegek, akik nem tudnak a kijelölt oltópontokra elmenni, házi orvosoknál is felvehetik.